és uraim, a magyar jégkorong válogatottunk a közelmúltban sporttörténelmet írt azzal, hogy bekerült a sportág elitjébe, azaz az A ligába. Most a világbajnok csapatból fogadják szeretettel Palkovics Krisztiánt, Ocskai Gábor, Szuper Leventét, Tenk Andrást, Grössül Tamást, Rozsé Holéci, Fekete Dániel, Peterdi Imrét, Omar Enafatit, Hetényi Zoltán, Palla Antal, valamint Kéri Rudolfot. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Ez azt hiszem a tapsból is érezhető. Akkor, amikor egyebekben nem sok örömben van részünk, legutoljára, amikor Kertész Imre Nobel-díjas lett, illetve Koplárovics Béla a 89. percben a siófoki üstökös letépte bekevék harcát. Igen. Két különleges nevet hallottam, az egyik Rozsé. Igen, hogy vagy te, Rozsé? Jó vagyok, köszönöm. Kint születtél akkor? De kint, igen, kint születtél. Születtél hol? Chicagóban. Oh, Chicagóban, you know. Oh, hát ez nagyon érdekes, és hát remélem a nevedet mond még egyszer, mert szerintem elszúrtam egy kicsit a bejövetelnél. Nem, nagyon jó volt. Jól mondtam, nagyon akkor jól azért mondtam. Mondjuk még egyszer. Hát mehetsz, jó csináltam. De most még egyszer nem tudom, mert nincs odaérve, úgyhogy légy szíves, ne hagyj engem, ne hagyj engem a... Ja, NFLT Omar. Jó. Na ez az, köszönöm ez az szépen. Jó. Tehát Omar, ugye ennyit mindenképpen mondhatunk. Kedves Omar, te már itt születtél, gondolom? Nem. Nem. Na jó, mert olyan kitűnően beszél, hát minden esetre Csank Jánosnál jobban beszél magyarul. Tehát ezt leszünk eszedjük. Gyerekek a Csank, az úgy beszél, hogy a Dörflinger Dodi beszólt, azt mondja, ennek kell egy bajusz magyar tolmács. Mert a bajusztól nem lát semmit, le kell fordítani, amit a csávó dobázik, érted? Bajusz magyar tolmács. A sor végén látó két ilyen idősebb rocktényezőt, hogyha elfogadták, hogyha nem haragusztok. Ti gondolom, hogy nem játsztok a csapatban, legalábbis remélem. Kérlek szépen, milyen funkciót töltötök be, parancsolj? Equipment manager vagyok a csapatnak. Igen. Az első szót nem teljesen értettem, részben hallásról rá. Equipment, tehát így a felszerelést van, kell biztosítanod. Equipment manager, ezt régen hogy hívták? Szertáros. Nem. Nem? Nem. Bocsánat, hát csak nem. 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 A szertáros, ez meg egy teljesen más. És ezt a régi világban hogy hívták? Tehát nem volt régi világban. Nem volt erre külön ember? Nem. Akkor ki szerezte be a cuccokat, csak nem a szertáros? Magyarországon ilyen ember még ilyen átfogó körbe dolgozzon még nem volt. Nem tehát volt? Nem volt. Nagyszerű. Köszönjük szépen! Fog beöltözni, ez na, mondjuk egy fő jár ilyen ekkora cuccal egy körülbelül. Egy mezőnyjátékosnak a cucca körülbelül. Be kell öltözni. Hát mindenképp. Jó, rendben, jó. Te is, ha mondanál magadat. Én pedig egy úgynevezett technikai vezető vagyok, uh-huh. A csapat körül idézőjelben mindenes. Van egy kedves ember, aki sajnos elutazott, ez az édes olasz, aki a ti edzőtök. Meséljetek róla, milyen csávó. És a sikerben azért, olasz csávó, köszönjük szépen, tényleg jó veletek beszélgetni. Olasz származású kanadai. Olasz származású kanadai, így az van. Jó. Finoman jelezném, tegnap ezt Dörflinger Dodival kihüvelyeztük, hogy ti vagytok a legdélebben lévő ilyen eredményt elért jégkorong csapat. Olaszok még vannak, de ők az Alpok. Hát igen, de ott vannak az Alpok. Tehát az tulajdonképpen nem ér. Mennyi időt töltött a külföldön? Mondjuk az utóbbi 10 év átlagában. Mondom, mennyi időt töltöttök külföldön? Nem akartalak bántani, bocsánat. Csak. Semmi gond. A 3 hónapot? 4-et? Mutatom, jó? 1 hónapot?
egész évben ott játszik kint. Igen. Ja, ő te kint játszol, és akkor, de ő hogy játszhat a magyar válogatottban, mint magyar útlevelet váltottál, ne talán? Édesapja, édesanyja magyar. Há, Omárral néha beszélgessetek magyarul, de szerintem jó van. Mennyi a csapat átlag életkora? Szerintem körülbelül te lehetsz a legfiatalabb, de lehet, hogy csak az arcberendezésed miatt. Te mennyi vagy? 20 éven, majdnem a legfiatalabb. Uh-huh. Még van a Zoli 19 éves, hogy 20 lesz. Hogyan zajlik a beavatás? Ezt akár kipróbáljuk rajtad is, hogyha gondolod. Nem, köszönöm. Tehát bármennyire is jó az a beavatás, én nem vágynék rá. Jó, továbblapozunk. Mi történt? Mekkorát ünnepeltetek? Megérkeztünk ugye Szapporóba, egy 5 csillagos hotelba. 30 emeletes, tehát az első nap csak épp, hogy kipakoltunk, és a recepciónál ugye fogadtak minket, volt a recepcióval szemben egy szökőkút, mondjuk egy ilyen öcsillagú szállodában ez normál dolog, rátekintettem, és akkor... Miért a vettedben megvizesés van csak? Na, hát azért mondom, ez egy szökőkút volt csak, és mondtam poénból a mellettem állóknak, hogy na gyerekek, hogyha főjöttünk az A-csoportba, akkor én utolsó nap, akkor ide beugrom. Hát mindenki, szinte meg se hallották. Szerencsére azért az öltözőben, mikor már beértünk, akkor volt egy kis alkohol, ami oldotta az amúgy is nagy feszültséget. Vége lett a meccs, és mire beértetek az öltözőbe, már kicsit vidább, volt egy kis hangulat a fejetekben. Hát gyors emberek vagytok. Ahogy az öltözőbe beértünk, igen, ott várt ott, minket. Ott értem. Igen. Hát egy 20 perces buszút várt ránk a jégpályától a szállodáig. Hát ott a japánok meg voltak rökönyödve, hogy ki ez a 25. európai őrülten ugrál a buszon, jobbra-balra mozog, magyar mezek lógnak kint az ablakon. De hát tudták, hogy nyertetek, ennek ellenére ez? Azért ez egy 2 milliós város, úgyhogy azért nem mindenki volt ezzel tisztában szerintem. Bejöttünk a szállodában, és én már ahogy a fotocellás ajtó kinyílt, én elkezdtem vetkőzni, a többiek nézték, mert nem mindenki tudta, hogy miről van szó. Kangya Balázs ugye a legidősebb volt a szánsegédemnek, odaadtam a ruháimat, és akkor egy alsógatyában becsobbantam a vízbe, a csapat körbeállt, Szuper Levente barátunk kivette, az összes részvevő csapatnak ott volt az ászlója, hozta nekem a szökőkútban. Ezt ki kellett törni, mert nem jött magától. Megörökítették a srácok, és a Londiner olyan rendes volt és készséges, hogy már ott állt egy törülközővel a medence mellett. Nagyon szépen köszönjük, nagy örömöt szereztetek nekünk, és hát nagyon reméljük, hogy az első ligában is vitézkedni fogtok. Kössétek föl a gatyát, de az eddigieket is nagyon-nagyon köszönjük. Köszönöm szépen! Igen. Akkor viszont mi készültünk egy ajándékkal. Ez jó, ha van a háznál, tényleg, ha esetleg elsétálok egy jégkorong kapu előtt, legyen mihez nyúlni. És hát extrém partiról hazafelé nem árt. Így van, itt biliárd. Nem, tehát esetleg betont fogsz. Az oldalán biliárd golyók suhannak el, és mindegyik nemzetnek a zászlaja. Van, igen, egy biliárd golyón, és az ellenünk elért eredmény. Jó. Itt az elején van ugye a mai dátum 2008, a 70 pedig... 70 éves a 70 pedig sport. Azért van rajta, mert 70 éve volt az, amikor tulajdonképpen akkor volt egy csoport, és akkor volt utoljára Magyarország ilyen magas szinten, amiről beszéltünk. Csak segíts nekem! Hát nem szabad kikapcsolni. Nem szabad kikapcsolni. Felség, próbáljuk meg így. Hát akkor ezt a madárfejű lajcsikára kell húzni. Pedig direkt XX-el lesz. Nagyon szép. Lehet, hogy erőszakot kéne alkalmazni, nem? Nekem így tökéletes. Mi most, belevered a fejembe? Meg vagy őrülve? Akkor szólj tényleg, ha fáj, jó? Már most? Ne! Hát már most, ahogy rajta van! Na akkor várjál! Júj! Dehogy nem lehet. Hogy ne lehet. Erre várjál, óvatosan. 70-be különben ötödikek lettünk. Megy. A másik felét is kapcsolja. A másik felét is. Oh. Húzd vissza. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk.